Nagy esélyt szalasztott el a legutóbbi fordulóban a Ferencváros otthonában a Kisvárda. A vendégek több helyzetet dolgoztak ki a zöldfehéreknél, akik azonban a hajrában szereztek egy gólt, amivel otthon tartották a három pontot. A többi eredmény sem a legjobban alakult várdai szempontból, így bár László utolsó három meccsén pont nélkül maradó együttese, még mindig a hetedik helyen áll a tabellán, az üldözők felzárkóztak a Kisvárda mögé. Nagy lehetőség volt, egy nap nem, nem kell többet gondolkodni, A persze, mert fáj mert inkább kaptuk volna, vagy lett volna 3-0, tudott a 70. perc, tudott, akkor mindenki azt mondta, hogy oh, sokkal jobb volt a Fradi, gyenge játszottunk. Sajnos nem az történt, mit vártunk, nyerni akartunk, vagy minimum egy pont. Látja mindenki, mit történt, de ezt elfelejtettem, már mondtam, most látszom, már a következő nap tudott, adjuk a Fradi meccs, mert a következően készülik a következő az Alegeszer. Lehet még nehezebb meccs lesz, mint a Fradi az Alegeszer. És meg kell nyerni a meccs, nincs más. Az Alegerszeg három vereséggel kezdte a bajnokságot, azóta viszont hét pontot begyűjtött a legutóbb Paks ellen három egyre diadalmaskodó újanc. Kétszer néztem őket. Néztem a, a, Fradi ellen, néztem a, a Diós ellen, jó csapat, jó szervező, az edző, vannak jó játékosok, jött ez a Stíber, ott van a Rado vannak jó játékosok előtt, hátul nagyon nehéz de meg egy itthoni pálya, saját szurkolok, meg kell próbálni, és meg kell nyerni a meccs, nem csak próbálni, győzni kell. Sajnos, hogy eltítás, a Román Karászú sérült, én sérült, oda elég probléma, hát most a Csíko, hál' Isten, két napig utána ilyen vírusvertőzs, a és a Hugo is, nem számít, leszünk 14-15, csak 11 et játszom, hogy legyen három, kis, három cserő kis padot, mert csak három tudok cserélni, és még egyszer meg kell próbálni, megnyerni a meccs. A kisvárda az Alegerszeg mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő Újpest mezőkövegy, Paks Kaposvár, Diógyőr Puskás Akadémia, Molfehérvár FC Debrecen és Budapest Honvéd Ferencváros.